Köszöntöm tudományos magazinunk nézőit! Vetélkedő baktérium közösségekről és sejtosztódási versenyről lesz szó mai műsorunkban. A biogáz termelésben pedig az a kérdés, hogyan tudunk hozzájutni minél több olcsó nyersanyaghoz. No meg arról, hogy a gáztermelő vacik mennyire szeretik azt, amit fölkínálunk nekik. Ezek mai témáink. A központi idegrendszer hatékony védekező rendszere az úgynevezett véragygát. Az agyi hajszálerek rendszere megakadályozza, hogy az agyba káros anyagok is bekerüljenek. Ha azonban az agy megbetegszik, a gyógyszerek bejuttatását is megnehezíti. A tudomány többféle kerülőutat próbált ki már, a szegedi gyógyszerészkaron Katona Gábor most az orron át, a szagluhámon keresztül próbál bejutni az agyba. Kutatócsoportjával Katona Gábor már évek óta azon dolgozik, hogyan lehet gyógyszereket bejuttatni az agyba az orron át. Hosszas irodalmazás, illetve korábbi kutatási eredmények alapján arra jutottunk, hogy ez az orron keresztüli SIRNS bevitel, ez tulajdonképpen előnyös lehet különböző tumorterápia kezelésében, így például az agydaganatnak a kezelésében is. Az agy betegségeinek, például az agydaganatoknak a kezelésében nagy problémát jelent az úgynevezett véragygát. Ez az agyi hajszálerek védekező mechanizmusa, amelynek eredeti feladata, hogy megakadályozza káros anyagok bejutását a központi idegrendszerbe. Ám ugyanez a mechanizmus a gyógyszerek bejutását is megakadályozza. Az agy megbetegedése esetén a védekező mechanizmus megkerülésére többféle módszert használnak az orvosok és a gyógyszerészek. Az egyik megkerülési lehetőség az orr, a szaglás. Ez a beviteli kapu azért is előnyös, hiszen hogyha megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik a maga formuláció, megfelelő mérettel vagy megfelelő hordozórendszert alkalmazunk, akkor ki tudjuk kerülni a véragygátat. Nyilván ez rengeteg fajta akadályt állít a kutató elé, hiszen itt nagyon sok kihívással szembesülünk, amit mindenféleképpen le kell küzdeni, de ez egy jó lehetőség arra, hogy szemben például egy hagyományos szájon át történő gyógyszerbevitellel, vagy egy intravénás bevitellel a véragygátot ki tudjuk kerülni. Egy úgynevezett SIRNS típusú hatóanyaggal kísérleteznek. Ez máshogy működik, mint a Covid-dal kapcsolatban ismerté vált hírvívő vagy mRNS, amely a szervezetet arra készteti, hogy legyártsa a vírusfertőzés ellenfehérjéjét. Ez egy úgynevezett SI, vagy csendesítő, géncsendesítő RNS-ről beszélünk. Ez méretében sokkal kisebb, mint az RNS, illetve funkciójában is más, hiszen itt nem az a feladat, hogy egy új fehérjét kezdjen el a szervezetünk gyártani a betegség ellen, hanem hogy azokat a géneket elcsendesítse, elfolytsa, amelyek tulajdonképpen a betegségnek a fellángolását, illetve tovább fejlődését indukálnák. Ezt egy nagyon agresszív daganattípus, az úgynevezett glioblasztóma ellen alkalmazzák. A sebészeti eljárásokon kívül erre nincsen gyógyszeres terápia. Ennek a kezelésnek az lehet a nagy előnye, hogy eltérően hat a tumoros és az egészséges sejtekre. A rendelkezésre álló hatóanyagok, amiket már alkalmaznak különböző kemoterápiában, azoknak pont az a problémája, hogyha megpróbálnánk orron keresztül bejutatni, akkor az egészséges agyszövetet is elpusztítanák. Ez az SIRNS tulajdonképpen, ahogy az előbb is említettem, tulajdonképpen csendesíti csak a géneknek a hatását, és ez nem olyan nagy probléma, hogyha az egészséges sejteken belül is megtörténik, hiszen a tumorsejtek fognak kicsit több, illetve sokkal markánsabban szintetizálni ilyenfajta géneket. Mi erre fókuszálunk, hogy csak azokat a géneket csendesítsük le, amelyek a tumorsejtnek az életben maradásáért szolgálnak. A módszer egyelőre nem ígér teljes gyógyulást, de lassítja a daganat fejlődését, és hatásos lehet a sebészi beavatkozás kiegészítésére is. A Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet híd szerepet tölt be a kémiai-biológiai kísérletek és a beteg között. Minden molekula, amit a kémikusok szintetizálnak, minden olyan természetes vegyület, természetes anyag, amit a biológusok a biológiai környezetből kiemelnek, és potenciálisan valamilyen terápiás lehetőséget látnak benne, az valahogy el kell juttatni a beteghez. A beteg azt valamilyen gyógyszerformában beveszi a bőrére, tapaszként ráhelyezi, tablettaként, kapszulaként, orspréként, valamilyen eszközzel applikálva, de valahogy a szervezetbe be kell juttatni. A gyógyszertechnológiának a feladata, hogy a molekula, ami vagy kémiai, szintetikus, vagy biológiai molekula, és a beteg között képezze azt a hidat, hogy azt a terméket elő kell állítani, azt a terméket fejleszteni kell, tehát a gyógyszerforma design a feladata, és a gyártás technológia fejlesztés, ez a gyógyszertechnológiának a lényege.
A felügyelet pedig azt jelenti, hogy egy gyógyszerjelölt mindaddig nem juthat el a beteghez, amíg be nem bizonyosodott, hogy az hatásos és nem veszélyes. A gyógyszeri válás hosszú folyamat. Az intézet a klinikai kipróbálások előtti szakaszban dolgozik. A preklinikai fázisban, amikor még nincsenek humán vizsgálatok, akkor kezdődik el a gyógyszerkészítménynek a fejlesztése. Tehát a gyógyszerfejlesztés fázisa az első a kémiai fejlesztés rész, vagy a biológiai hatóanyagnak a fejlesztése. Preklinikai fázisban van az állatkísérletes rész, amikor még egy szubstanciát, a hatóanyagot valamilyen formában az állatok számára beadják, megnézik a toxikológiát, a dózisoknak az előzetes vizsgálatát, és ekkor kezdődik el a gyógyszerkészítménynek a fejlesztése, és ahhoz, hogy a humán klinikai vizsgálatok megkezdődjenek, ahhoz már kell egy gyógyszerkészítmény. Tehát amit a betegek a fázis 1-2-3-as vizsgálatban, klinikai vizsgálatban megkapnak, az már gyógyszerkészítménnyel kell, hogy történjen. Tehát az már valamilyen kapszula, valami tabletta. Tehát a gyógyszertechnológiai kutatások az a preklinikai és a klinikai fázis között, illetve azzal párhuzamosan történik ez a készítményfejlesztés. Jelenleg főleg a véragygáton való átjutás lehetőségeit vizsgálják. Elsősorban a nanoszerkezetű anyagokat akarják felhasználni segítségként, csomagolásként. Jelen körülmények között intézetünkben a megfelelő hordozórendszernek a fejlesztése folyik, amely át tudja juttatni ezt a hatóanyagot a véragygáton keresztül a központi idegrendszerbe, és nyilván ennek az első lépése az, hogy sejteken keresztül megnézzük, illetve különböző ornyálkahártya szöveteken keresztül ennek a rendszernek az átjutását. Ha itt pozitív eredményt fogunk kapni, akkor érdemes tovább menni majd állatkísérletek felé, illetve majd természetesen pár év múlva esetleg a klinikum felé. Nem véletlen, hogy éppen a szaglóhámot célozzák meg. Ennek a területnek különleges tulajdonságai vannak. Közvetlen kapcsolatot létesít tulajdonképpen a központi idegrendszer és az orrüreg között, és tulajdonképpen ez egy olyan beviteli kapu ez az orr, ami az emberek számára megszokott, hiszen mindenki alkalmazott már egy közönséges orrsprét, akár egy nátha, vagy egy megfázás során, így tulajdonképpen nagyon egyszerűen bejuttatható bármifajta hatóanyag, nem feltétlen csak itt, hogyha a tumorterápiára fókuszálunk, akár migrénterápia és másmilyen terápia, és nem fáj a betegnek, és nem óckodik tőle annyira, mert ez egy egyszerű, megszokott gyógyszerbeviteli mód. A kutatásban együttműködnek az egyetem két másik egységével, a Kónya Zoltán vezette alkalmazott és környezetkémiai tanszékkel, valamint a fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikával. Katona Gábor kutatásait az az alap is támogatja, amelyet az egyetem Nobel-díjasa Karikó Katalin hozott létre. Az általa kifejlesztett mRNS és az ebben a projektben vizsgált siRNS csak nevükben rokonok, ám ez a kapcsolat a fiatal kutatónak nagyon sokat jelent. Én úgy gondolom, ez egy hatalmas inspiráció számomra is, hiszen egy élő Nobel-díjassal egyrészt találkozhattam, másrészt pedig az ő felajánlásából folytathatjuk ezt a kutató munkát. Én úgy gondolom, hogy egy fiatal kutatónak, mint én, ennél nagyobb ajándék nem is lehet az életében. Beleinkben sok millió baktérium él. Vannak köztük hasznosak, vannak semlegesek, de vannak kártékonyak is, amelyek toxinokat termelnek. Lázár Viktória és csoportja a Szegedi Biológiai Központban azt vizsgálja, hogy a káros baktériumokat hogyan lehetne visszaszorítani antibiotikumokkal vagy más baktériumtörzsek segítésével. Lázár Viktória korábban az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat és az ellenük való védekezés lehetőségeit vizsgálta. Újabb kutatási témája szervesen kapcsolódik ehhez. Ráadásul az ott kidolgozott vizsgálati módszerét itt is lehet alkalmazni. Az emberi szervezetben több millió mikróba él, baktériumok, vírusok, gombák. Összességében többen vannak, mint saját sejtjeink. A bőrünkön, a szájunkban és az emésztőrendszerünkben élnek. Sok közülük jótékony hatású, akadnak semlegesek, de vannak köztük veszélyesek is. Mivel mostanában egyre több intenzív kutatás feltárta, hogy vannak nagyon fontos kapcsolatok, olyan betegségek, mint a gyulladásos bélbetegség és a vastag béldaganat és a bélmikrobiom olyan specifikus összetevői között, amelyek veszélyes, de úgynevezett humán sejt DNS károsodást okozó metabolitokat termelnek. És ezek a daganatos betegségek pedig az emberi sejtek DNS meghibásodásából és roncsolódásából indulnak ki. Ebben viszont nagy szerepet tölt be az Escherichia coli egy olyan genetikai változata, amely egy kolibakton nevű toxin termel, és amely a világ lakosságának közel 20-30%-ában megtalálható ez a veszélyes toxin termelő bélbaktérium. Tehát a célunk az lenne ezen pályázat keretében
meg projektünk keretében, hogy szükségünk lenne olyan kezelési stratégiákra, amelyek kifejezetten ezeket a veszélyes rákkeltő baktériumokat célozzák, és minimálisra csökkentik a jótékony baktériumok, bélbaktériumokra gyakorolt hatást. A kutatást támogatja az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet, egy pályázat keretében 5 évre 100 millió forintot nyertek erre a célra. Két irányban vizsgálódnak. Egyrészt vegyületeket, már bejegyzett gyógyszereket keresnek, amelyek gátolják a méregtermelő bélbaktériumok szaporodását. Másfelől olyan baktériumközösségeket, amelyek ugyanezt végzik el. A 80-as években jöttek arra rá, egy ausztrál orvoskutatópár, hogy a gyomrunkban élő egyik baktérium, Helicobacter pylori, felelős a gyomor fekély kialakulásáért, és ezáltal a gyomor rák kockázatát is növeli. Kutató munkájukért Nobel-díjjal jutalmazták őket. Viszont az azóta induló, egyre intenzívebb kutatások feltárták, hogy vannak további kapcsolatok, például olyan betegségek, mint a gyulladásos bélbetegség, illetve vastag béldaganat, és a bélbaktériumok közösségének azon tagjai között, amelyek olyan metabolitokat termelnek, amelyek a humán sejtekben DNS károsodást okoznak. Az közismert, hogy a daganatok kialakulásának fő oka sejtjeink roncsolódása, a gének meghibásodása, mutációja. Ebben úgy tűnik, legújabb kutatások szerint, hogy nagyon nagy szerepet tölt be egy úgynevezett baktérium, Escherichia coli baktérium, egy olyan specifikus genetikai változata, amely egy kolibaktin nevű toxin termel, veszélyes toxin termel. És ez amúgy a világ lakosságának 20-30%-ában megtalálható a vastagbelében, ez a veszélyes toxin termelő baktérium. Tehát ezért szükségünk lenne, úgy gondolt a kutatócsoportunk, hogy szükségünk lenne olyan új kezelési stratégiákat találjunk, amelyek kifejezetten ezen veszélyes, toxintermelő, rákkeltő bélbaktériumokat célozzuk, minimálisra csökkentve a jótékony baktériumokra kifejtett hatást. A projekt rám eső részében én azzal foglalkozok, hogy ez a rákkeltő kórokozó, amely Escherichia colira hallgat, az hogyan viszonyul más, jelen természetes körülmények között is a bélben élő baktériumokhoz. Megmutatnám ezt a kisebb sematikus ábrát. Jó bélbaktériumokat, olyanok, amelyek természetesen is az emberben élnek, és nem okoznak betegségeket, tervezünk összekeverni fluoreszcensen megjelent toxin nem termelő és veszélyes toxin termelő baktériumokkal, és arra vagyunk kíváncsi, hogy a közöttük létevő kölcsönhatás milyen irányba viszi el ezen baktériumoknak a jelenlétét. Egy úgynevezett kompetíciós kísérletet alkalmazunk. A veszélyes toxin termelő baktériumot megjelöljük egy piros fluoreszcens fehérjével, a veszélyes toxin nem termelő baktériumokat zölddel, és megnézzük, hogy mely gyógyszerek azok, amik specifikusan, szelektíven csak azokat a baktériumokat szorítják vissza, amelyek a toxint, a veszélyes rákkeltő toxint termelik. Mi egy fluoreszcencia alapú kompetíciós kísérletet dolgoztunk ki, ahol egy toxintermelő törzset, illetve a laborunkban génmódosítással létrehozott, már toxin nem termelő, azaz veszélytelen törzset jelölünk meg különböző színű fehérjékkel. Ezeket ezután egy-egy arányba összekeverjük, és így a fluoreszcens jel, azaz piros és zöld jel alapján el tudjuk őket különíteni az adott gyógyszer jelenlétébe. Ennek alapján több ezer gyógyszer közül ki tudjuk választani azokat, amik csak kizárólag ezeket a veszélyes toxintermelő törzseket pusztítják el, de úgy, hogy közben a mikroflóra jótékony tagjaira nincsenek káros hatással. Közel-távolabbi terveink között inkább az állatmodellben való kipróbálásra fókuszálnánk, mivel hogy az, hogy mi megtaláltunk egy baktérium közössége, és egy peticsészében ez tökéletesen működik, az sajnos teljesen összeegyeztethetetlen azzal, hogy egy élő szervezetben mit fog adni. Ezért jelen pillanatban én vagyok az, aki az állatkísérletes részéért is felelős, és ezzel fog foglalkozni a továbbiakban, és valószínűleg egérmodellben fogjuk tesztelni a hipotéziseinket. A vizsgálatokat nagyban segítik a robotok. Velük lehet több ezer szer hatását rövid idő alatt megvizsgálni. A gyógyszer úgy is kifejtheti hatását, hogy gátolja a baktériumoknak az egészséges sejtekbe való bejutását. Eddig már több mint 3000 gyógyszert vizsgáltak meg. Ezen baktériumok jó része csak oxigénmentes környezetben képes megélni. Ezért légmentes kamrákban dolgoznak velük. Az anaerob fülkemelyben jelen pillanatban igyekszem micsoda bejutni, az a légköri oxigéntől eltérő gázkeverékkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a benne lévő mikróbák azok olyan különleges körülményeket igényelnek, amely az emberi bélrendszerhez hasonló.
Az emberi vérrendszerben az oxigén, mint tudjuk, meglehetősen kevés, ebből következik a mikrobák sajnos érzékenyek lettek el. Ez, mint látható, speciális környezetet és speciális technikákat igényel a csoport részéről, hogy képesek legyünk ezt biztosítani. Az érzését ennek a munkának sokan az űrsétához hasonlítják, mivel hogy a légkörnyi nyomás változása miatt bejutó oxigén káros, ebből következik igen lassan és megfontoltan kell dolgoznunk ezekben az ilyen típusú fülkékben. A harmadik lehetőség, hogy az ismert, jótékony hatású baktériumokat föl kell szaporítani, és akkor ők végzik el a munkát, ők szorítják vissza a méregtermelő baktériumokat. Gyűjtöttünk jó baktérium törzsgyűjteményt, ezt úgy hívjuk, hogy különböző jó baktériumokat szereztünk a világ minden tájáról, amik ismertek, ismerjük a genom szekvenciáját, tudjuk, ilyen gének vannak bennük, és ezeket kevernénk össze a toxin termelő és nem termelő variánssal, és megnézzük, hogy melyek azok, amelyek jelenlétében a veszélyes toxin termelő baktériumot vissza tudjuk szorítani. Ezek például egy olyan probiotikumok fejlesztéséhez nyitnának lehetőséget, amelyek például egy preventív módon megelőzhetnék azt, hogy ezek a veszélyes DNS károsodást okozó toxin termelő baktériumok kolonizálják a vastagbelünket. A rákos sejtek elszaporodását az egészségesek kárára egyfajta versenynek is föl lehet fogni. Az evolúciós játékelméletről tartotta konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetébe. Többen azt vizsgálják, mitől függ, hogy ki nyeri ezt a játszmát. A klasszikus játékelmélet megalapítását Neumann János magyar matematikushoz kötik, akit leginkább a modern számítógépek atyaként tartunk számon. Játékelméleti alapműveletét 1928-ban írta meg. Játékelmélet lényegében annak a matematikai formalizmusa, hogy játékosok játszanak valamilyen szabályok szerint, bizonyos stratégiákból választhatnak, és attól függően melyik játékos milyen stratégiát választott, van valamilyen nyereményük, vagy éppen veszteségük. Ezt kezdetben a gazdaságban használták, elsősorban a gazdasági szereplők vállalatok közötti versengéseknek a leírására, elemzésére, aztán társadalmi problémák, vagy éppen geopolitikai konfliktusokat elemeztek ilyen módszerekkel, és később a 70-es években kapcsolták össze a biológiával, hiszen az élő szervezetek is, állatok, növények, vagy éppen baktériumok közötti interakciók is értelmezhetők ilyenféle játékokként, ahol versengenek, egymással kooperálnak, különböző stratégiákat választanak. De a biológiában fontos a reprodukció és az öröklődés is, valamint az evolúció. Aki sikeresebben a játékban jó stratégiát alkalmaz, annak több utódja születik, jobban el tud terjedni, mind ő, mind az ő stratégiája. Így kapcsolódik össze gyakorlatilag a matematika és a biológia határterületeként az evolúciós játékelmélet. Most itt ezen a héten, három különböző területen tekintjük ennek az alkalmazásait, az ökológia, az epidemiológia és a rákutatás területén. A program keretében 15 doktoranduszt képeznek ki, akik Európában számos országban tanulnak. Különböző egyetemeken és kutatóintézetekben más-más professzorokkal dolgozhatnak együtt. Well, I think it's exciting because to really solve these real-world challenges we need. Azt hiszem, nagyon izgalmas, hogy ennyi kutató összejön mindenféle tudományterületről. Biológusok, matematikusok, rákkutatók, járványtani szakemberek. Mindenkinek más a nézőpontja, és ezeket összevetni igen termékeny lehet. Különösen a fiatal tudós generáció számára lényeges, hogy értsék egymást, és megértsék, hogy a problémák mennyire összetettek. Az evolúció a daganatos betegségek esetében is fontos. A rákos és az egészséges sejtek között állandó versengés van, és a betegség szempontjából rossz, ha a rákos sejtek a sikeresebbek. A floridai Joel Brown professzor eredetileg evolúcióval foglalkozó biológus előadásának címe az volt, hogyan győzzük le a rákot a saját játékában. So if we think of cancer as an evolutionary process, ha a rákot úgy képzeljük el, mint egy evolúciós folyamatot, ahol a sejtek között különféle kontrollálatlan folyamatok zajlanak, és olyan kapacitások keletkeznek, amelyek rombolják a testet, akkor megértjük a működését. Megérthetjük a rák fejlődési menetét, hogy melyek a fejlődési elvei. A beteg állapotát ma már nagyon pontosan meg tudjuk állapítani, sok fajtáját is hatásosan tudjuk kezelni, de némelyiket nem.
Ehhez arra lenne szükségünk, hogy megismerjük a fejlődési stratégiáját, és akkor tudnánk ellene egy terápiát alkalmazni. Mi a kollégáimmal azt szeretnénk elérni, hogy előre tudjunk gondolkodni. Meg tudjuk jósolni a folyamatot, és akkor bele is tudnánk avatkozni. A rákos sejtek a szaporodásban sikeresebbek, mint az egészségesek. A természetben azonban, ha egy organizmus nagyon sikeres valamiben, az más szempontból sérülékenyé válik. Lehet, hogy ez a rákra is igaz. So we hope so. So in the process, as the cancer cells evolve, legalábbis ezt reméljük. Amint a rákos sejtek agresszívan növekednek, amint elfoglalják a különböző szöveteket és áttétet képeznek, amint egyre több élőhelyet foglalnak el a testben, alkalmazkodó képességet is szereznek a különféle szövetekhez, és ezért bizony árat is fizetnek. Én most azon dolgozom, hogy megállapítsam, mi ez az ár, hogy mi a rákos szövetek gyengesége. Szatmári Őrs, az Ökológiai Kutatóintézet professzora arról beszélt, hogy az evolúció biológiában nagyon fontos a kooperáció. Kooperáció általában valamiféle költséggel jár arról az oldalról, aki ugye munkát fektet abba, hogy együttműködjön. És hogyha azt mondjuk, hogy minden költség és haszon végül is a biológiai rátermettségnek a valutájában mérődik, akkor ugye nem nyilvánvaló, hogy egyáltalán hogy terjed el egy együttműködő viselkedés. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, ami persze ezzel kapcsolatos, az az, hogy hogyan jelennek meg az evolúcióban egyre magasabb evolúciós szintek. Ugye az élet keletkezése során másolódásra képes molekulák protosejtekbe kerültek valahogy, és akkor most már kétszintű reprodukció volt, a protossejtek szintjén is, meg a bennük lévő molekulák szintjén is. Hogyan történik ez? Mert hogyha a protossejtes szerveződés nem tartja kordában a belső molekula populációt, tehát túl sok az önzés és a csalás, akkor a protossejt szint nem lesz stabilis. Hát hogy oldódik meg az a kérdés? Ez ugye az úgynevezett nagy evolúciós átmenetek témaköréhez kapcsolódik, de hasonló analóg folyamat történt, ugye a valódi sejtmagvas sejt kialakulásakor is. Akkorában egymástól függetlenül szaporodó egységekből kell valahogy egy olyan egységet csinálni, amely magas szinten is reprodukálódik. Fontos, hogy amikor egy sejt vagy egy DNS reprodukálja magát, akkor nagy mértékben ugyanolyan maradjon. Ám valamennyire változnia is kell, különben nincs fejlődés. Ahhoz, hogy egy molekula abszolút pontossággal másolódjon, az végtelen energia, vagy végtelen időre lenne szükség. Na most az az egymásban versengésben álló szervezeteket nem adatik meg, mert a más többiek nem lesznek olyan udvariasak, hogy megvárják azt, amíg a DNS-emet évezreden keresztül másolgatom, hogy ez minél jobb legyen. Aki feladja ezt az álmát, tehát kicsit pontatlanabbul másolódik, de cserébe sikeresen szaporodik, az fog elterjedni. Tehát itt kezdődik a dolog. Aztán ott folytatódik természetesen, hogy azt is lehet tudni, hogy bizonyos körülmények között azok az organizmusok terjednek el jobban, amelyeknek lényegesen nagyobb a mutációs rátája. Ez például ilyen nagy környezeti stressz körülményei között áll elő, amikor a legtöbben meghalnak, például a baktériumok, de azok, amelyekben nagyon nagy a mutációs ráta, azoknak lesz sanszuk, hogy lesz egy olyan utóduk, ami a nagyon megváltozott környezet közepette is tud élni. A mutációs pontosság és a mutációs ráta a körülmények hatására változhat. Bizonyos körülmények között a ritkaság jelent evolúciós előnyt. Valóban előfordulhat az, hogy az, akinek a replikációs rátája kisebb, mint a többi, de hogyha olyan rendszerről van szó, ahol mindenkinek együtt kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán működjön ez a dolog, bizonyos esetekben igaz az, hogy akinek kisebb a replikációs rátája, az nagyobb eséllyel fogja maga körül látni mindazokat, akikre ezen kívül még szükség van a sikeres szaporodáshoz, míg az, aki túlszaporodik, az jó eséllyel saját magát fogja látni maga körül, és az nagyon nem jó, mert akkor, ha többi ágens nincs ott, akkor hiába domináns ő ezen a területen, nem fog tudni
szaporodási ciklus befejezni. Tehát bizonyos esetekben valóban igaz, hogy a ritkaságnak van haszna, és a gyakoriságnak van kára. A biogáz termelés új lehetséges alapanyagait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Központ kutatói. Az eddig használt silókukorica ugyanis nagyon drága lett. Most egy speciális fűzzel, úgynevezett energiafűzzel kísérleteznek, de nem csak az a fontos, hogy sok legyen az alapanyagból, hanem az is, hogy a megfelelő baktériumtörzsek szeressék azt. A biogáz előállításának technológiája évek óta jól ismert. Mindenféle szerves hulladékra van szükség, amelyet fermentáló baktériumtörzsekkel oltanak be. Ezek a szerves anyagokat megemésztik, és végtermékként metángázt állítanak elő, amely nagyon hatékony energiaforrás. Szeged és Sándor falva között működik is egy ilyen erőmű. Ebben a folyamatban sokféle baktériumtörzs vesz részt, és mindegyik más részfeladatot lát el. Mi azért próbáljuk megérteni, hogy hogyan szerveződik egy ilyen közösség, hogy utána bele tudjunk szólni egy kicsit az életükbe, hogy több energiát csináljanak nekünk, hiszen itt gyakorlatilag az történik, hogy ez a mikróba közösség, ez majdnem akármilyen szerves anyagra ráveti magát, mint táplálékra, feldolgozza, lebontja a benne lévő molekulákat, és ezekből a kémiai kötésekből felszabaduló energiát használja arra, hogy éljen meg, hogy új kis mikróbákat hozzon létre. Gazdaságilag akkor éri meg a dolog, hogyha minél olcsóbb táplálékkal tudjuk etetni őket, és igazából az egész biogáz termelés hatékonyságának, vagy gazdaságosságának az egyik fő kritériuma, hogy milyen olcsó alapanyagokat tudunk nekik adni. A legolcsóbb szerves anyag, amit a Földön ma lehet találni, miután ez magától megtermelődik igen nagy mennyiségben, az a növények sejtfalát felépítő lignocellulóz. Ez a lignocellulóz viszont egy elég bonyolult összetételű mindenféle polimerekből álló molekula, amit persze azért fejlődött ki a növényekbe, hogy tartsa a növényeket, és ezeket a rostokat, ezeket egy lignin nevű anyag tartja össze, mint egy ragasztó. Na, ez a lignin, ez nem igazán nagy finomság a mikróbák számára. Vannak, akik meg tudnak vele birkózni, de nem túl sokan. A biogáz erőművek egyik alapanyaga lehet az úgynevezett energiafűz, más néven rövid vágás fordulójú fűz. A Szegedi Biológiai Központ és az STE közös projektjének keretében a növényt egy új szegedi kertben termesztik. A nemesítés célja, hogy a leghatékonyabb üzemanyagot állítsák elő a fermentorok számára. Ennek az egyik komponense az, hogy nagy zöld tömeg legyen, nagy biomassa. A másik, amiről majd esik szó, az, hogy milyen kémiai összetétele van ennek a faanyagnak, mert ez befolyásolja a biogáz termelés hatékonyságát. A nemesítést hagyományos technológiákkal végzik. Az egyik módszer, amit alkalmazunk, hogy megdupláztuk a kromoszóma számot. Ezek az úgynevezett poliploid növények. De ami ennél sokkal érdekesebb, hogy utána keresztezünk egy eredeti diploid, mondjuk svéd, nagyon elfogadott jó fajtát, ezekkel a tetraploid változatokkal, és akkor hibrideket kapunk, és ugyanúgy, mint a kukoricánál, ott is heterózis hatás érvényesül. Tehát itt, amit látunk, fűzeket, ezek triploid hibridek, amelyek biztosítanak egy nagyobb zöld tömeget. A nemesítés másik célja, hogy a fűzvesző kémiai összetétele minél jobban megfeleljen a fermentorban dolgozó baktériumok igényeinek, és ennek kulcsvegyülete a lignin. Itt a nemesítésnek az egyik szempontja az, hogy alacsony lignin tartalmú energiafűzeket állítsunk elő. És tulajdonképpen a kutatásaink
ezt alapvetően szolgálják különböző molekuláris biológiai technikával. Tehát azonosítjuk azokat a géneket, amelyek a lignin bioszintézisben részt vesznek, és mi vizsgáljuk azoknak a kifejeződését, és ezen keresztül végzünk szelekciót. A kutatás másik oldala, hogy olyan mikrobatörzseket keresnek, amelyek a lignint is képesek földolgozni. Hogyan lehet ilyen lignocellulóz alapanyagot megetetni ezzel a mikróba közösséggel, amelyik aztán utána belőle metán gyárt? Én anaerob gombák kutatásával foglalkozom, és jelenleg egy olyan kísérletet állítok össze, amelyben azt vizsgálom, hogy ezek a gombák az általam vizsgált cellulóz gazdag alapanyagot milyen mértékben képesek lebontani. Ezek a gombák csak ebben a környezetben, tehát oxigénmentes környezetben képesek élni. Ezeket növényevő állatok tápcsatornájából, bendőjéből, gyomrából tudjuk kinyerni, izolálni. Így ezt a környezetet kell nekik biztosítani a labor körülmények között is. Van egy pályázatunk, egyébként a MATÉ-val, tehát a Gödöllői Egyetemmel, aminek a lényege az, hogy megpróbálunk a szikes talajokra, a magas sótartalmú talajokra fűszfákat kiszelektálni. Tudnék, ha a szikeseket lehetne hasznosítani energiahasználó célra, az egy nagy előrelépés lenne. Jelenleg is vannak jelöltjeink, amelyek 2 g per kilogramm talaj sót is el tudnak viselni, és hát ezeknek a nemesítését is végezzük. Más biogáz erőmű alapanyagokkal szemben a fűznek nagy előnye, hogy vesszői nagyon sokáig eltarthatóak, minőségük nem romlik. Nincs különleges termesztési igénye, trágyázást nem igényel, bár a száraz talajt nem szereti. Előállítása olcsó. A fűznek egyébként megvan az a kiváló jó tulajdonsága, hogy ez évről évre ki tud hajtani. Tehát, hogyha általában ilyenkor télen levágják a hajtásokat, és akkor tavasszal megint kihajt és bokrosodik. Tehát igazából 15-20 éven keresztül jószerivel alig van vele tennivaló. A fűz tüzelőanyagnak sem rossz, de ha biogázt állítunk elő belőle, a módszer hatékonyabb. Nem mindegy azonban, hogy mikor vágjuk le a vesszőket. Mi van akkor, hogyha még zöld korába betakarítjuk a fűzfák, és azt azzal kínáljuk meg a baciainkat. És ebből az jött ki, hogy természetesen sokkal jobban szeretik, hiszen amikor már fás a növény, akkor ez azt is jelenti, hogy egyre több ilyen lignocellulóz halmozódik fel a sejt falába, amik meg zöld a hajtás, tehát ilyen szeptember-október körül még egészen szép zöld leveles hajtásai vannak, akkor sokkal több biogáz lehet belőle nyerni. Ám némi manipulációval a baktérium közösséget arra is meg lehet tanítani, hogy a már elfásodott füzeket is földolgozzák. Azt használjuk ki, hogy egy ilyen mikroba közösségbe rengeteg különböző típusú mikróba gyűlik össze, éppen azért, mert ők ilyen egyesült erővel bontják le a szerves anyagokat, ami azt jelenti, hogy az egyik kémiai kötéshez tud hozzányúlni, a másikhoz. Szelekciós nyomás, vagy irányított evolúcióval gyakorlatilag az ember azt a társaságot válogatja ki, amelyik még a fát is hajlandó megenni. Nyilván a többiek azok éheznek és elpusztulnak előbb-utóbb, vagy legalábbis lassabban szaporodnak, és így ezek, akiket mi dolgoztatni akarunk, azok fognak túlsúlyba kerülni, és ezért az egész rendszer végül is hatékonyabban bontja le a lignocellulóz, de hát ezt más anyaggal is meg lehet persze csinálni.
Önök a kvantumot látták. A tudományosság friss híreivel legközelebb február végén jelentkezünk. Ki ne hagyják. A Kvantum támogatója a Szegedért Alapítvány és a Szegedi Akadémiai Bizottság.